Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Szeretném azt, hogyha kicsit már így az elő szóban is volt erről szó, vagy feljött itt témaként, hogy szeretném, hogyha így a hitről beszélgetnénk, vagy meg egy kicsit gondolkodnánk, és ezzel kapcsolatban két részt olvassunk fel a Bibliából. Az első rész az a Lukács evangéliuma 7. fejezet. Első verstől a 10. versig fogjuk olvasni. Lukács evangéliuma 7. fejezet, és az elsőtől 10-ig. Majd a másik rész, amit fel fogunk olvasni, ez a zsidókhoz írt levél, 3. fejezet, és a 7. verstől. Zsidók 3, 7. verstől. És akkor a Lukács evangéliuma az első. Miután befejezte Jézus minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték. Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket. Ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy. És a másiknak, jöjj ide, ide jön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. És a másik rész, amit felolvasunk, ez a zsidókhoz írt levél 3. fejezet, 7. vers. Ezért, amint a Szent Szellem mondja, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartama, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűncsábításától, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Ezt a két részt szerettem volna, hogy felolvassuk. Ahogy énekeltük is, egy olyan Isten köré gyűlhetünk, aki soha nem gyengül el, egy szilárd, erős Istenhez jöhetünk. És a téma, amiről szeretném, hogyha ma gondolkodnánk, az a hit. Ugye elkezdtünk egy ilyen sorozatot, mivel most emlékezünk vissza a reformációra, ebben az évben van az 500. évfordulója, hogy az az esemény, ami akkor elindult, az még a mai napig is tart, hogy a deformált egyházat, ami kötötte ahhoz, hogy Isten megismerése az egyházon keresztül, búcsúcédulákon vagy gyónáson keresztül ismerhető meg, ezt visszareformálja, hogy menjünk vissza az alapokhoz, amit Isten alapvető tanításaihoz, maga az élő Istenhez. És ebben az időszakban az egyik ilyen ismert ember volt Luther, aki
kiszegezte a tantételeit ezzel kapcsolatban, és mindegyik tétel arra ment vissza, hogy menjünk vissza ezekhez az alapokhoz. És 5 ilyen alapvető hit tételt fogalmazhatunk meg. Latinul az első az a sola scriptura, amit múlt héten beszéltünk, hogy egyedül a szent íráshoz vissza. Amit ezen a héten fogunk most így beszélni, az a sola fide, ez a egyedül a hit által. És akkor ezen kívül van még 3, a sola grácia, ez az egyedül kegyelem által. Sola Christus, ez azt jelenti, hogy egyedül Krisztus által. És sola Deo Gloria, ez pedig egyedül Isten dicsőségére. Fontos volt azt Luthernak is, amikor elkezdte ezt az egészet, hogy a Isten megismerése nem köthető ezekhez az egyházi hagyományokhoz. Hogy felismerte azt, hogy az ember önmaga erejéből nem tud olyan életet élni, ami Isten szerint való. Olvassuk Luther életéről is, hogy próbálkozott jó életet élni, próbálta legyőzni a kísértéseket, de rájött arra, hogy saját erejéből ez nem fog menni. És ezért, amikor ő is megismerte személyesen Jézus Krisztust, és ezen keresztül Istent is, és Jézuson keresztül Istent is, akkor ment vissza erre az alapokra, hogy egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által ismerhető meg Isten. És azért is szerettem volna, hogy felolvassuk ezt a történetet a kapernaumi századosról, mert ő róla is azt mondja Isten, hogy ilyen nagy hite volt, vagyis Jézus azt mondja róla, hogy egy ilyen nagy hite volt ennek a századosnak. Ja, ezelőtt történet előtt egy kis előzmény, Jézus példázatokat mond a népnek. Közvetlenül az előtte levő példázat egy olyan példázat, amikor Jézus arra próbál mutatni, hogy egyedül ő tud egy olyan alap lenni az életünkbe, ami, hogyha ráalapozzuk az életünket, akkor bármilyen nehézség vagy probléma jön, hogyha fújnak a szelek, viharba kerül az életünk, akkor ez nem fog megremegni, nem fog megtörni, megrepedni, hanem ez egy biztos alapja az életünknek, és nem kell félnünk az élet viharaitól, vagy egy olyan kérdés elé állunk, amit mi magunktól nem tudnánk, hogy hogyan tovább, vagy olyan utak előtt állunk, amikor mindegyik út jónak tűnik, akkor Jézus az, akit meg tudjuk kérdezni, hogy melyik az az út, amit így válasszunk. És azután jön ez a kapernaumi századosnak a története. Ez a százados valószínűleg, ahogy így a többi evangéliumot is elolvassuk, egy eléggé tehetős ember volt. Egy elit réteghez tartozott, mivel ugye volt több szolgája, több rabszolgája, volt valószínűleg egy nagy háza is, és ebben a kapernaumi városban volt egy 100 fős alakulat, aminek a vezetője volt. Szóval, hogyha ez a századost így elképzeljük, akkor egy eléggé elit, meg gazdag embert, meg egy befolyással bíró embert kell, hogy magunk elé képzeljünk. És ez az ember, azt olvassuk róla, hogy hallott Jézus Krisztusról. Valószínűleg, hogyha a többi evangéliumot is elolvasuk ezzel a történettel kapcsolatban, ez a százados utána érdeklődött, utána kérdezett, hogy ki ez a Jézus. Ha belegondolunk, igazából lehetett volna az is ennek az embernek az életében, hogy bízik a pénzében, bízik a hatalomban, hiszen azért eléggé befolyással bíró ember volt ebben a városban, de mégis látjuk, hogy tovább látott ezeken a fizikai dolgokon, hogy ezek a dolgok, a hatalom, a munka, az nem örökkévaló, és kereste az élet értelmét, és látjuk is, hogy megtalálta Jézusban ezt az értelmet. Eljutott arra a hitre, hogy egyedül, ha Jézusban bízza
Egyedül, ha Jézusra bízza az életét, akkor ismerheti meg Istent személyesen. És egyedül is Jézuson keresztül lehet megismerni Istent. És látjuk, hogy volt benne alázatosság is, mert rájött arra, hogy ő maga nem méltó arra, hogy Jézus elé menjen, hanem egy bűnös ember, akinek vannak bűnei, vannak problémái, mégis Jézusban bízott. Az alázatosság jelent egy olyan dolgot is, hogy a saját akaratunkat háttérbe szorítjuk azért, hogy Isten akarata érvényesüljön az életünkben. Ez nem mindig könnyű döntés, mert vannak olyan helyzetek, amikor könnyebb azt dönteni, ami a mi akaratunk, vagy azt gondoljuk, hogy az a legjobb, amit mi utána jártunk. De meg kell azt látni, hogy néha Isten útai nem mindig a mi utaink. Isten gondolatai nem biztos, hogy mindig a mi gondolataink. Ezért fontos az, hogy alázatos szívvel menjünk Isten elé, hogy meglássuk, hogy mi az ő akarata. Az alázatosságban benne van egy olyan rész is, hogy tisztán látjuk magunkat, hogy mi az, ami gyengénk, mi az, amik erősséget adott Isten, és ezzel tisztában vagyunk. És Isten az, aki képes formálni, akár így a gyengeségeinket is megerősíteni, vagy az, ami eddig nem ment, Isten tud áttörést adni. Aztán látjuk, hogy erről az emberről, a századosról elég jó véleménnyel volt a környezete, a város. Valószínűleg, hogy segítette elő ennek a városnak az előre menetelét, hiszen amikor Jézushoz mennek a szolgái, akkor el is mondják, hogy épített zsinagógát, segítette a városnak az életét. Szóval egy jó ember volt, akiről jó véleménnyel voltak a többiek. És ez a százados tudta azt, hogy Isten, amit mond, az valóságos, az mindenre elegendő, mindenre kiható. Istennek a szava mindenható. És így bízott Jézusban, hogy ő képes gyógyulást adni a szolgájának. Nagyon nagy bizalma volt ennek a századosnak Jézusban. Egy másik helyen olvassuk azt, hogy az igaz ember hitből él. Tehát aki Istenhez igazítja az életét, próbál arra figyelni, hogy Isten mit szeretne, az annak lesznek olyan szituációk, amikor szükség lesz ilyen bizalomra, hitre Isten felé. De ez a hit és bizalom, ami erősíti Istennel való kapcsolatot. A másik rész, amit olvastunk a zsidókhoz írt levélből, az azért szerettem volna, hogy felolvassuk, hogy lássuk azt, hogy itt van ez a százados, aki hitt Jézusban, nagy bizalma volt Jézus felé, és szerettem volna, hogy ennek kontrasztjára olvassunk fel egy olyan példát, amikor egy hitetlenségben volt, vagy egy hitetlenség helyzetében volt egy nép. Itt a történet, amit a zsidókhoz írt levélben olvasunk, egy ószövetségi történetre utal vissza, amikor Egyiptomból, ami a zsidók Isten kiválasztott népének egy rabszolga hely volt, innen erről a helyről Isten kivezette a zsidó népet, és megígérte nekik, hogy nem csak kivezeti, hanem ad egy olyan helyet, ahol békében élhetnek önmagukkal, meg a környezetükkel is. És itt azt olvassuk, hogy ugye miközben így vezette ki a népet, a nép ebben a helyzetben elkezdett lázadozni, elkezdett vissza-vissza gondolni arra a helyzetre, amiben Egyiptomban éltek. És nehéz volt ez a helyzet, amiben Egyiptomban voltak, mégis a pusztában, amikor ez az átmeneti időszak volt, jobbnak látták azt, hogy mi volt Egyiptomban is. És elkezdtek
inkább visszatérni a régi dolgokhoz. A szívükben volt egy sóvárgás, hogy visszamenjenek a régibe, és emiatt Isten, amit ígért, azt nem tudták megragadni, hanem inkább visszatekintettek a régi életükre, és ez a hitetlenség miatt látjuk azt, hogy ez a nemzedék, vagy ez a generáció nem is mehetett be arra a földre, amit Isten eredetileg megígért nekik. Tehát volt egy jó indulás ennek a népnek, volt egy kapcsolata Istennel, mert Isten kiválasztotta ezt a népet, de aztán a hitetlenségük miatt Isten nem tudta az ígéretét beváltani rajtuk, majd csak a következő nemzedéken. Szóval fontos az életünkben, hogyha hoztunk egy döntést Isten mellett, akkor maradjunk is abban, hogy azok az ígéretek, amiket adott nekünk, abban bízzunk, és ne csak egy jó elindulás vagy felindulás legyen az életünkben, hanem tudjunk ebben megmaradni. Fontos azt is látnunk, hogy a hitben nem lehet bele születni. Tehát, hogyha a rokonaink, a szüleink, hívők, keresztények, az van egyfajta hatással a mi életünkre is, hogyha imádkoznak, értünk, de fontos az, hogy nekünk legyen személyes hitünk és személyes kapcsolatunk Jézussal, mert az nem elegendő, meg nem tudjuk azáltal csak megismerni Istent, hogy a szüleink vagy a környezetünkben sokan hisznek Jézusban. Van egy rész itt ebben a zsidókhoz írt levélben, amit fel is olvastam, ez a 13-as vers. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tartama, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűncsábításától. Elgondolkodtam azon, hogy fontos az életünkben tényleg az, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, és fontos ebben megerősödni. És pár dolgot emelnék ki, amivel tudjuk erősíteni ezt a hitet, tudjuk erősíteni ezt a kapcsolatot Jézussal. Ugye, első ilyen, hogy kérhetjük Jézust, hogy adjon hitet nekünk egyes helyzetekben, hogy erősödjön a kapcsolatunk vele. Kérhetjük azt, hogy növelje a bizodalmunkat benne. Viszont ez egy veszélyes ima is tud lenni, abból a szempontból, hogy akkor várhatunk arra, hogy Isten fogadni olyan helyzeteket, amikor viszont kell ez a hit, kell ez a bizalom, kell az a lépés, amikor ki kell lépnünk, és lehet, hogy nem látjuk, hogy hova lépünk ki, csak Istenben tudunk egyedül megbízni. Ez így emberileg lehet, hogy félelmetes, de Isten az, aki meg tud tartani ezekben a helyzetekben. Aztán a másik ilyen dolog, ami erősíti a hitünket, az, hogy visszaemlékszünk azokra az ígéretekre, amiket Isten adott nekünk. Akár egy ige, vagy akár egy profécia, amit kaptunk Istentől az életünkre vonatkozóan. Jó, hogyha ezekre visszaemlékezünk, és emlékeztetjük magunkat, hogy Isten hogyan lát bennünket, Isten milyen jövőt készített el nekünk. Ez is erősíti a hitünket, meg ad további lendületet, hogy megmaradjunk az Istennel való kapcsolatban. Aztán a következő dolog, ami ugyanúgy erősíti a hitünket, azok a próbatételek, a nehézségek. Ha van egy krízis az életünkben, mindig kétféleképpen reagálhatunk. Mondhatjuk azt, hogy hátat fordítunk az egésznek, és azt mondjuk, hogy nem Istent követem, vagy nem keresem Istent ebben a helyzetben, vagy próbálom én megoldani, vagy pedig közelítek Istenhez, és próbálom keresni, hogy mi Isten akarata. Mindig, hogyha van egy ilyen krízis az életünkben, ez a kettő út áll előttünk, és lehetőség. Az Ószövetségben van egy férfi, akit Józsefnek hívnak.
Neki az élet elég ilyen dimbes, dombos volt, megélt mélységeket, megélt magasságokat, és volt egy olyan helyzet, amikor ártatlanul tették őt, vagy helyezték őt börtönbe, megvádolva, hogy egy előkelő, vagy egy ilyen előjáró embernek a feleségével kezdett ki, miközben ez egy nem igaz vád volt, és igazságtalanul került a börtönbe. És ha belegondolunk, ebben a helyzetben is reagálhatott kétféleképpen. Vagy azt mondja, hogy ezt nem hiszem el, ártatlanul vagyok itt, akkor belekeseredek ebbe is, és itt maradok. Vagy az, hogy most itt van ez a helyzet az életemben, és hozzuk ki a maximumot belőle. És azt mondta, hogy ő ebben a helyzetben bízik Istenben, és bízik abban, hogy Isten ki tudja innen hozni, és az az ígéret, amit adott neki, az be fog teljesülni. És aztán azt látjuk, hogy Isten használta a börtönben is, és ki is hozta. És aztán abban a helyzetben, amikor az országnak nagyon szüksége volt rá, használta is Józsefet, hogy okosan tudjon a pénzügyi dolgokkal aztán foglalkozni. A következő dolog, ami erősíti a hitünket, az, hogyha kitartóak vagyunk. A hitnek van egy olyan része is, vagy egy fogalmában is benne van, hogy ez egy hűséget is jelent, hogy engedelmesek vagyunk Istennek minden időben. Akkor is, amikor jó idők, vagy könnyebb idők vannak az életünkben, de akkor is, amikor nehéz idők vannak, amikor kevés időnk van, amikor sok minden dolog összejön az életünkben, vagy amikor úgy a környezet is elég nagy pressziót nyom ránk, akkor is kitartóak vagyunk, és hűségesek vagyunk Isten mellett. Dániel története jutott eszembe, amikor így ezen gondolkodtam. Ugye Dániel egy olyan országban élt, ahol nem Istent félték, és ő mégis ellentétbe ment az egész néppel, vagy azok, akik gondolkodtak, vagy nem ezen a módon gondolkodtak, hogy azt mondta, hogy bármilyen dolog is van, ő Istenhez könyörög, ő akkor is Istenben bízik. És ki is tűnt ez a dolog, hiszen ő engedelmes volt Istenhez. És Isten megmentette őt több helyzetből. Aztán a következő, ami a hitünk megerősítését segíti elő, az az, hogy amit olvasunk a Bibliában, vagy amit hallunk, azt a gyakorlatba ültetjük. Tehát a hit az nem csak egy elméleti dolog, hanem egy gyakorlati, egy cselekedetek is szükségesek hozzá, hogy az, amit így hallottunk, amit Isten megkér, hogy tegyük meg, azt meg is tesszük. Kicsit később a zsidókhoz írt levélben így olvasunk erről, hogy a nagykorúaknak pedig kemény eledelvaló, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és rossz megkülönböztetésére. Tehát fontos az, hogy amit Isten mond, azt tegyük is meg. Próbáljunk arra figyelni, hogy ne csak így az elmélet nőjön a fejünkben, hanem ez menjen át gyakorlatba is. Ez nekem egy nagyon aktuális rész volt, amit most felolvastam. Isten mondta, hogy amit mondott, ezekben az időkben tegyem is gyakorlattá, hogy legyek kint a terepen, ahol vagyok, akár a családomban, vagy a környezetemben, képviseljem Istent. És mert cselekedetek nélkül, vagy a hitünk megélése nélkül nem tud növekedni a hitünk, megreked egy szinten. És fontos az, hogy felkészültek legyünk, hogy ismerjük az igét, ismerjük Istent, bízunk benne, de
minden elmélet egy ideig jó, meg fontos, viszont hogyha belegondoltok abba, hogy egy úszás is sok elmélet jó, hogyha megtanuljuk, hogy hogyan kell elméletbe úszni, de hogyha nem megyünk vízbe, vagy egy idő után nem megyünk a mély vízbe, amikor már a sekély vízben tudunk úszni, akkor nem lesz soha, vagy soha nem tudjuk kimondani azt, hogy igen, tudunk úszni, hogyha csak elméletben tanuljuk meg az úszást. Tehát fontos az, hogy tényleg tegyük gyakorlattá azt, amit hallunk, azt, amit olvasunk a Bibliában. Aztán a következő dolog, ami segíti a hitben megerősödést, megalapozást, az az, hogy adjunk hálát Istennek, hogy az, amit eddig végzett az életünkben, végzett a környezetünkben, a családunkban, a barátainkban, az mindig ad egy lendületet arra, hogy Isten ugyanolyan Isten maradt, mint aki abban az időben volt, amikor munkálkodott a bennünk egy-egy helyzetben, vagy a családunkban, a barátainkban, itt rajtunk keresztül végzett Isten. Tehát fontos ez is, hogy így emlékezzünk az ígéretekre is, meg adjunk hálát Istennek, amit tett rajtunk keresztül, vagy amit tett bennünk Isten. Tehát látjátok azt, hogy a hit az egy elég gyakorlati dolog, hogy az, amit hiszünk, az szerint kell élnünk, ahogy a százados is így élt, hogy bízott abban, hogy Jézus képes arra, hogy meggyógyítsa az ő szolgáját, és így is tett, így is adta tovább a szolgáinak. A hit az mindig egy bizalom lépés Isten felé, és fontos azt tudnunk, amiről egy kicsit Norbi is beszélt az elején, hogy ez nem csak egy ilyen segéd eszköz, ami viszi előre az életünket, hanem egy ilyen gerinc oszlop, ami megtartja az életünket, ami ad egy tartást, hogy így tudjunk előre menni. És szeretném, hogyha így gondolkodnátok ti is így saját életetekről, hogy mekkora a hited, hogyha Isten elé állnál, mik azok a helyzetek, amikben most így benne vagy, és szükséges, hogy növekedjen a hited. Most beszéltünk több minden példáról, hogy hogyan tudunk megerősödni ebbe a hitben. Gyakorlattá tesszük, hogy a próbatételekben is tud növekedni a hitünk. Látjátok azt, hogyha imádkozunk hitért, akkor biztos, hogy fognak jönni olyan helyzetek, amikor ez próbára fog kerülni, de Isten az, aki egy kőszikla az életünkben, és bármilyen dolog is történik, bármilyen nehézség, probléma, vihar van az életünkben, akkor is tudunk így hozzá menni.